1973. Te meg hol voltál? Csak elvittem egy kicsit Szelmát, hogy ne idegeskedjen. Piknikeztünk. Le a seggedre! Miért is lógtok ti együtt egész nap? Mert van egy jó kis tervünk. Nincs nektek semmiféle tervetek. Az legfeljebb nekem van. Egyedül én melózom itt. Én lövöm le az embereket. Én csinálok mindent, Kenan. Ramis, most miért mondod ezt? Mert nem mindegy, gyerek. Tudod jól, hogy meglőttek. Mikor is szálltak le rólam ezek? Nem tudom. Néhány éve, régóta. De ettől még Hyratley ugyanúgy ki akar nyírni. Csak most még erőt gyűjt, ezért nem hallasz róla. A csönd pedig sosem jó jel. Nem is lehet kérdés, hogy jönni fog. Pláne akkor, ha megtudja, mi történik itt. Csak hogy mi sem ülünk, ölbetett kézzel. Viszont egy helyben toporgunk. És az sem lehet. Ide már nem elég, ha erős vagy. Nem elég, ha bátor vagy. Nem elég, ha férfi vagy. Ha nem, mi kell még? Brillírozni kell. Még nagyobbnak, még híresebbnek lenni. Keményen oda tenni magunkat. Az meg gyerek. Nem megy, amíg nő van a dologban. Bátyám. Én szeretem Szelmát. Akkor meg menj és mondd el, mit érzel. Ne szerencsétlenkedj. Állj oda férfiként és mondd a szemébe, amit kell. Miről volt szó? Az új alapelvünkről. A brillírozás. Ragyogni akar, mint az esthajnalcsillag. Mérges volt, hogy nem vele, hanem inkább veled foglalkoztam. Pont őt zavarja ez. Isztambul 2010. Na, majd hívlak. Persze, menj csak, Isten áldjon! Nem zavart, hogy körülbelül 1000 dolgunk van? Így van, Ali, és ez közülük az egyik. Hívlak és nyugi. Vagy inkább találkozzunk? Tőlem? Akkor este. John? Pintos bácsi. Hogy ilyen korán itt vagy? Szünet volt a suliban, én meg gondoltam, hazajövök. Gyere, ülj ide mellém. Nem szereted ezt az iskolát? Nem az. Csak teljesen más, mint a régi. Nincs számítógépterem például. És egy csomóan vagyunk együtt. Legalább 20-an. Hát meg... ez az egyenruha is tök béna. Sehogy sem nézek ki benne. Így már érthető. Mintasz bácsi, na. Mi az, hogy csicska? Csicska? Miért? Az egyik felsős ma ezt mondta rám, és azóta mindenki így hív. Az biztos csacska lehetett, félreértetted őt. És biztos a lógásaid miatt mondta, mert buta dolog. Na de ne bánkódj emiatt, majd megismernek. És megszoknak, ahogy te is ezt az új iskolát. És lesz sok barátod. Anya, mikor jön haza, hogy elvigyen innen? Anyád? Elkezdtem ma egy könyves polcot csinálni neki. Amikor az kész, akkor jön. Akkor majd suli után jöhetek segíteni? Te egyedül úgysem tudnád befejezni. Rajtam nem múlik, jöhetsz bármikor. És igazad van, már öreg vagyok. Odas, hogy remeg a kezem. Menne mindenfelé. Ajaj, tényleg nem bírok vele. Nem igaz, csak játszod. Nem, én tényleg bármikor elindulhat.
Na jól van. Megyek, előkészítek mindent, te meg addig menj. Aztán, ha vége a tanításnak, várlak. Rendben? Csak akkor, ha elkísérsz. Jó van, legyen. Na gyere, menjünk. Jóhaj! Már megint kezdi, megint nagyon menni akar valahova. Van meg mindegyik vele. Ne közelíts! Mert baj lesz, vagy mert elrohansz? Csak megnéztem Jeant, megyek is. Várj! Sehol semmi kis trükk, pedig most egyedül vagyok. Egy kést a hátamba. A Jean előtt semmit. Úgy tudom, ezt megbeszéltük. Engedj! Előbb még tisztázunk néhány dolgot. Jean érdekében. Az iskola, a házunk, apám műhelye, a játszótér, a boltok, a mozi. Ez az egész környék, amit itt látsz, mindkettőnk számára mostantól békés övezet. Békés övezet? Ahol senki nem bánthat senkit. Ahol Jean van, ott nincs harc, nincs árulás. Nincs Genghis. Semmi kavarás. Jean az apjának tekinti Genghist. Ej, Jean. Ha Genghis akárcsak elmegy a ház előtt, ha Kenan a környékre beteszi a lábát, téged veszlek elő. Ha el akarod innen vinni, Jean, téged kereslek meg először, és aztán... Jól van! Jó, megértettem. És miért bíznak benned? Ezt, ha megengeded, inkább én kérdezném. Jean az én fiam, Hisham. Te meg sajnálatos módon az anyja vagy. Mindegy, ebben ne menjünk bele. A lényeg, hogy én ezügyben bízom benned. Jean miatt. Rendben van. Elfogadom a feltételeidet. Jean miatt. Jó napot, uram. Minden nap árulsz, öreg. Miért? Mi köze van hozzá? Egy kevés. Látod azt a nőt, aki ott épp elmegy? Igen, mi van vele? Az, hogy rögtön hívj, ha bármikor itt látod. Ha megteszed, mindig kapsz tőlem egy ilyet. Jól van, komám. Ezen nem újjon. Jó munkát. Arról volt szó, hogy este találkozunk, nem? Csak teszteltem, mennyire figyeled, hogy követnek-e. Ezért sem jöttem kocsival. Tudtam, hogy úgyis itt leszel. Ezzel? Na? Mit akarsz te még ettől a nőtől? Semmit. Csak a fiamhoz jöttem, tilos? Nem, de hogy jöhetsz. És ez a Kenan birkán, hozzá sosem megyünk? Menni fogunk, Ali. Hamarosan. És hogy állsz a Serdar-féle dologgal? Ali! Megkértelek rá! Lépj a gázra és ökörködjünk egyet.
Én megértem önt, uram. De maga is értsen meg engem. Még a múlt hónapban kértem meg erre, és most áll neki alkudozni velem. Menjen és intézze el végre azt a szerencsétlent, vagy fogom ezt a telefont. Bekocsikázok magához a tágas irodájába, és személyesen dugom, ahová kell. Választ várok. Nem majd holnap. Még ma. Rendben? Hogy nem hallom. Mondja ki, ne húzza az idegeimet. Nagyszerű, akkor küldöm az embereimet. Ezt is jelöljük be pirossal. Mi maradt még? Ez itt, Aksarajban. Ha minden igaz, Kemik Jamil területe, ugye? Az én területem. Minden az enyém. Igazi őslakosok laknak ott. Kiskoromban én sokat jártam arra felé. Velük mi a helyzet? Az égvilágon semmi. Egy helyzet van. Hogy errefelé minden föld az én tulajdonom, az én földeim az én embereimmel, akik azt teszik, amit én mondok nekik. Ha azt mondom, hogy nők kellenek, lesznek nők. Ha azt mondom, fegyver kell, az is lesz. Ha melósokat kérek, jönnek dolgozni. Mert nélkülem egész egyszerűen nem is léteznének. Egytől egyig földön futó lenne. Röviden, az ottaniaknak én vagyok a törvény. Értem. És a valódi törvény mit szól ehhez? Hassan. Köszönöm. Remélem, hogy te is. Hogy állunk az Aksarai ügyjel? Örülnék, ha már rend lenne ott is. Pazar. Leköteleztél. Nem leszünk így jóban, ha te egy telefonnal mindent elintézel. Nekem mégis mi dolgom marad? Megvagyok, Ali. Egyszerűen nem tudom megszokni ezt a helyet. A régi sokkal jobb volt. Ja, mennünk kell. Mi az? Én megint nem jövök, ugye? Mm. Miért csinálod ezt? Próbálj meg türelmes lenni. A lényeg, hogy együtt vagyunk. És kicsit úgy, ahogy régen. Mint régen? Ha, kösz szépen. Végre lett egy normális munkám, amit miattad otthagytam. Ez annyira jó. Késeljenek meg megint? Arra várjak? Ne forgasd ki a szavaimat, Sebnem, nagyon kérlek. Muszáj ezt! Már semmi nem olyan, mint régen, Teffik. Elég, ha rám nézel. Olyan vagyok, mint Tony Soprano felesége. Vagy így is terveztétek? Ti mentek maffiásat játszani, Sebnem meg üljön csak otthon. Sebnem. Tettél te már éppen eleget mindenkiért. Megmentettél minket. Nem így volt? Tony Soprano felesége, ha már itt tartunk. A nyomodba se ér. Igen. Ez nem lehet igaz, Teffik. Te viszont az vagy, na gyere ide. Aj, Teffik. Pici türelem. Mm. Jól van? Két város kapujában két ember áll és várja a sorsát. Egyikük a felemelkedést reméli, és tudja, el is jut oda, ha csendben, szótlanul ül, és gondosan ügyel arra, hogy senki ne ismerje meg őt jobban.
másiknak viszont, ha eljött az ideje, fel kell állnia és megküzdeni a céljaiért. Passz. Isztambul 1973. Engedjen! Ne bánj! Beszéljünk meg a dolgot! Ne a szenter! Mit akarsz azzal? Valaki! Segítség! Segítség! Selma! Ramiz! Mit csináltál te odabent? Hagyjuk, nem érdekes. Volt egy kisebb nézeteltérésem egy féreggel. Te vérzel? Hadd nézzem! Nem olyan vészes. Dehogy nem, várj! Mit van? Na. Ramiz, mondd, miért kerülsz engem? Nem kerüllek. Utoljára mikor voltál meghallgatni engem? Szóval miért nem látlak? Azért. Mert veszélyes vagy. És te mégis mióta félsz a veszélytől? Amióta a barátom beleszeretett ebbe a veszélybe. Elég indok? Kenan? Nekem még semmit sem mondott. Nem sokára fog, hidd el. Akkor téged ez zavar? Semmi közöm hozzá, nem? Nincs között Kenanhoz. Ebben miért lenne? Nem a legjobb barátja vagy. De igen. Viszont nem hiszem, hogy miattam nálad bármi is változna. Elérted, hogy a színpadon légy, és ehhez foggal körömmel ragaszkodsz, igaz? Akár Kenannal, akár Hiratlival jár, csak ez számít, nem? Nem az, hogy valójában melyiket szereted. És nincs igazam. Te is ugyanezt teszed. Te is csak azt teszed, ami neked jó. Te is csak azért harcolsz. Látod? Ilyen egyformák vagyunk. Mi nem vagyunk egyformák. Igazán? Akkor te milyen vagy? Ezt inkább nem elmondom. Megmutatom. Selma kisasszony! Szabad! Nagyon köszönöm. Selma kisasszony. Köszönöm szépen. Én köszönöm önnek. Na ez most mi? Így akarod megmutatni?
Mit? Kenan. Na hát... Hát te meg hogy kerülsz ide? Ilyet? Vagyis mi jutott eszedbe? Gondoltam, beugrom még mielőtt meghívnak az Eurovízióra. Ahol meg ki tudja, mi lesz. Talán haza sem jössz. Selma. Ahogy Ramiza csúcson lesz, úgy te is. A legünnepeltebb sztár leszel. A leghíresebb. A legnagyobb. Kérdezted, hogy én mit akarok. Semmi mást, mint itt állni veled, Selma. Kezeddel a szívemen. Életem végéig így akarok itt állni. Kenan, nem mondj semmit. Csak álljunk így. 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 Selma, te következel 2 perc. Isztambul 2010. Üdvözlöm. Én Jamil úr egy régi barátja vagyok. Adjuk a bájcsevegést. Játszunk inkább. Nem hagyom, mert ha jól értelmezem, önök Jamil tartozása ügyébe jöttek. Rám nézzen, ne rá. Nem értem önt. Jamil úr minden tartozását rám ruházta. Ennek fényében az adóssága e perctől az enyém. Jamil úr a tartozás fejében ezt a helyet tudtommal már felajánlotta nekünk. Nem lesz rá szükségük. Ugyanis azt én most itt rendezem. Táncoljatok! 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 Már csak azt kéne tudnom, kinek írjam a csekket, kinek fizetem meg a tartozást. Jamil úr bizonyára említette, hogy a hitelezője nem szeretné, ha a neve kitudódna. Yusuf Eir. Nem igaz? Nem mondjuk, hogy nem. Vagy ön is elfogadja, vagy pedig lemond a kifizetésről, és hagyja, hogy továbbra is békésen Jamil úrral intézzük a dolgot. Lenne szíves rám nézni, ha már velem beszélget. Én is békét szeretnék itt. Ezért van önöknek egy ajánlatom. Nem igazán van abban a helyzetben, hogy ajánlatokat tehessen. Ha önök most szépen elmennek innen, és többé nem is jönnek vissza, én vállalom, hogy kifizetek minden tartozást. Nézze, én nem tudom, hogy maga kicsoda, de ezek a papírok majd alá lesznek írva. Mert hogy sajnos nem áll módjában felülbírálni az illetőt, akit mi képviselünk. Jamil úr hamar megértette. Bízom benne, hogy ön is így tesz. Zárjuk rövidre. Eddig mennyi is volt? 48. 48 helyen jártunk csak ma. Ez itt a 49. Más szóval, eddig 48 ilyen magához hasonló minden lében kanálfickóval beszéltünk, és bírtuk jobb belátásra. Ezek a dolgok nem úgy mennek, mint a filmekben. Azok az idők egyszerűen elmúltak. Jamil úr meg is tapasztalhatta, igaz?
Írja alá, legyen szíves. Különben visszajövünk még egyszer, és azt tudja, hogy mivel jár. Hallja ezt? Hirtelen milyen csönd lett, nem igaz? Ez nálunk azért nem jó jel, mert aki a lárma elmúltával is a helyén marad, már nehezen jut ki. Ugye tudja, hogy ezzel mit ért el? Aláírta a halálos ítéletét, maga is, mindketten. Fogalmatok sincs, hogy kivel látok szemben, ugye? Hidd el, azért nagyjából van. És ti? Nektek van fogalmatok arról, hogy kivel látok szemben? Menjünk! Lassan! Nem mentek el, amíg a tartozásatokat nem fizettétek meg. A tartozás első részlete pedig a helyiségek, amiket másoktól kiügyeskedtetek. A második részlet az emberek, akiket elhallgattattatok, a tőlük elsikkasztott pénzek, a megfélemlítések, az állandó fenyegetések, minden, amit a nagy cél érdekében műveltetek. Menjünk. Még nincs vége az ajánlatomnak. Az itteni tartozásom fejében az előbb felsoroltakat megtarthatjátok. Mindent, amit csak zsákmányoltatok. Feltéve, hogy a saját városotokban élitek fel. Ugyanis ez a hely, a székek, a játékasztalok, az itt helyet foglaló emberek pénze, mindegy szálig, az én városom embereit illeti. Nem holmi betolakodókat, a miénk. Figyelj csak! A táskádban nincs semmiféle papír. A táskádban egy hangtompítós fegyver lapul. Amit, ha nem elég készséges az ügyfeled, szemrebben és nélkül a tarkójához nyomsz, hogy téged idézve jobb belátásra bírt. Jól figyelj. A te feladatod egyébként is a megfigyelés, nem igaz? Nézd meg engem alaposan. Minden királyságnak, minden városnak van egy határa. A ti városotok határa pedig ennél a szórakozó helynél kezdődik. Menj, és add tovább. Mit nyertél ezzel? Egy napot? Egy hetet? Hm? A kis műsoroddal mit nyertél szerinted? Most pedig beszélj. Telefonálj és mondd el. Rajta! Utolsó esély. Hívjad. De azt hívd, akihez tartozol, mert nem Jusufeir embere vagy. Őt még csak nem is láttad soha. Neki legfeljebb közvetítesz. Azt hívd, akinek jelentesz. Utolsó esély. Akadt egy kis probléma, uram. Tudom. Halljam. Mondd szépen, amit tanítottam neked. Figyelj rám! Uh-huh. Értem. Uh-huh. Elmegyünk. Adósság is letudva, ugye? Letudva? A felénk lévő tartozása rendezve. Na de... fölöttünk is állnak, hm? Valami azt súgja nekem, hogy egy nap az is elrendeződik. Na jó, ennyi volt. Mehettek. Me.
ma eljött Jusufhoz. Épp azért csináltuk, hogy eljusson, bátyám. És szerinted ennyiben hagyja majd? Egyenként fog elővenni itt mindenkit, hogy kitombolja a dühét. Meg lehet. De pontosan tudja, hogy várjuk majd. Akkor is eljön. Ezek olyasmit terveznek, Jamil bátyám, amit fű alatt kell megoldani. Úgyhogy nem hiányzik nekik a felhajtás. A helyükben én most tudod, hogy mit tennék? Egyszerűen várnék. És ezt a kisebb kudarcot inkább a saját embereimen verném le. De ez én vagyok. Láttalak. Láttam az arcodat. És az életben nem felejtem el. Én meg már a nevedre sem emlékszem. Alit a legkisebb. Ne haragudj, hogy hívlak, de történtek itt dolgok. Vége a napnak. A munka nem alszik. Vegyük át akkor még egyszer pontosan, Csengiz. Rendben. Az a bizonyos utolsó hely a térképen. Tudod melyik, ugye? A kis kocsma. Mennyi a bevétele? Hát havonta szerintem 60-nál több nem marad bent. Úgy van. Éppen annyi. Szervusz, bátyám. Még egyszer, ne haragudj. Annyi a bevétele. Fontos tudnod, hogy ezen a ponton már mi is használjuk a nevünket egy hely megszerzéséhez. De... továbbra sem folyunk bele az eseményekbe. Ezért a leghelyesebb úgy intézni... hogy bentről valakit magunk mellé állítunk. Méghozzá célszerű az egyik vezetőt lefizetni, aki bentről töri meg a többiek ellenállását. Majd, mikor szépen kiegyengedte az utunkat, átadja neked a stafétát. Jobban levezetted, mint én. Ezt a stafétát pedig egy helyen ma nem adták át. Elmondom, bátyám, megjelent nálam egy... ő az a bizonyos belső emberünk. Arról akar beszámolni, hogy Kemil Jamil egyik kiszemelt helyén volt egy kis csetepaté. Nem ment le rendben az átadás átvétel. Nem, nem pont így volt. Kérdezem hát tőled, mi a teendő? Mit tennél a helyemben? Nem is tudom. Azt hiszem, a hely tulajdonosát venném elő. Így döntenél? Végül is szembe ment veled. Ha ezt nem hozott helyre, gyorsan híre megy, és követői lesznek. Habár az ő szemszögükből nézve, ha ezt megcsinálhatták, akkor a mi oldalunk hibázott. Vagyis valaki az embereit közül nem tette a dolgát. Összegezve? Én kirúgnám a gyereket. A hely? Azzal várnék. Legyen előbb csönd, nyugodjanak le a kedélyek, és úgy mennék vissza. Ha ez egy kis hely, akkor hiába hősködnek. Úgy is a miénk lesz. Ezt még Amerikából hoztam. Igen, jó ütöket gyártanak. Ott jártál egyetemre? Igen, többek közt. Témánál maradva, teljesen egyetértek veled. Nagyon jól fogunk együtt dolgozni. Csillagos ötöst kaptál. Nyugodt vagy.
figyelsz a részletekre? Már-már azt mondanám, hogy mindnyájunknál okosabb vagy. Viszont egy nagyon fontos dolgot még nem tudok. Micsodát? Azt, hogy tudok-e baseballozni? Azt, hogy mennyire tartasz ki a döntéseid mellett. Csengész, ha még nem fogtad volna fel, Kenan egy életre szóló lehetőséget ajánlott. Persze nem vár erőszakot, ha csak nem saját akaratunkból fakad. Nem fog menni. Muszáj, hogy menjen. Aki közén kerül, arra néha nehéz döntések várnak. Tudom, ez az egyik legnehezebb, de szembesülnöd kell vele. Csengész, hogy még jobban értsd, kitártuk előtted a város kapuit. Be akarsz lépni? Már is bajt hoztál a fejünkre. Méghozzá igen nagy bajt. Hogy is hívnak téged? A nevem Ezel. Ezel Bayraktar. Két ember. Ma éjszaka mindketten belépnek annak a városnak a kapuján, amit végleg meg akarnak szerezni. Isten hozott Ezel. Üdv a köreinkben! Isten hozott Ezel.